Az is is illik az apró ellen. Legalább most megvarul el sejtjét. Ennek még gyorshajtási büntetése sem volt soha. Ez olyan tiszta, hogy még babysitternek is alkalmazhatnánk. Ez a gyomotőr, és kiszámíthatatlan. De azért hamaros anyagon csüljük. Hajtson tovább, kérem, akkor semmi baj nem esik. Melyek mindig csak az én telefonom csörög. Nektek semmi dolgot? Alszik. Alszik. Fekszik, alszik. Alszik. Mi? Ki az? Alszik. Oké, kapcsolja ide. Maga az a nyomozó, akire tartóztat a Diana Marcus? Berman. Ejtettem egy túszt. Nem akarok magával beszélni, csak hozza ki Diánát a börtönből, akkor odaadom érte a túszt cserébe. Hogy mikor és hogy történjen a csere, azt majd még közlöm. Egyáltalán nem kell félnie. Ott előbb arra kérem. Bergman volt az. Fogyul ejtett egy túszt, és csak Diana Marcus ellenében majd való szabadon engedni. Mi? Ez teljesen megháborodott. Diana Marcus is csak egy kis becsavarodott tanárnak tartja őt. Mindent megtesz, hogy megkapja azt a nőt. De hát csak nem hozhatjuk ki a börtönből, hogy átengedjük nekik. Persze, hogy nem. Na és megmondta, hogy hol történjen meg a cseh? Még nem. Én is. És most mit csinálunk? Nem tudom. Kívánjuk. Húzzuk az időt, ameddig csak megyünk. Még tőled a fejét? Szerintem egy másik nőt kell oda küldenünk Diana Marcus helyett. Richard, ez azért veszélyes lehet. Nem kell, hogy nagyon hasonlítson rá. Csak jók legyenek az idegei. A többi már kozmet.